Vezetékek, kapcsolók, fényforrások és minden, ami kapcsolódik a villanyszerelő szakmához. A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában tartották a villanyász szakmaismereti verseny döntőjét pénteken, ahol általános iskolások adtak számot tudásukról. A villamosság, elektronika, elektrotechnika, ez a fő téma. Három fordulós a verseny, általános iskolásoknak hirdettük meg. Az első fordulóban online térben kellett egy szakmaismereti kérdőívet kitölteni a csapatoknak. A második fordulóban pályamunka volt a feladat. Egy elektronikus ugráló békát kellett összeszerelni a csapattagoknak, és ezeknek a pontjai alapján alakult ki az a 10 csapat, aki itt van most a döntőn. Nekik 10 feladatot kellett megoldaniuk az asztaloknál, ezeket pontozták. Továbbra is várják a szakembereket a cégek, mondta a zsűri elnöke. Szerintem elmondható az, hogy minden szakma szakember hiánnyal küzd. Nálunk a villamosiparban ez úgy gondolom, hogy különösen éles helyzet. Azt látjuk, hogy piacaink igénylik az általunk végzett munkát, nekünk pedig ehhez szakemberekre van szükségünk. Ezért is fontosak az ilyen pályaorientációs versenyek az elnök szerint. A helyi iparkamara más módon is igyekszik megszólítani a fiatalokat. Pályaválasztási podcastet indítottak, ahol hasznos információkkal segítik a szakmaválasztást.